Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennénk egy újabb videóban, amiben Dead by Daylight-ozni fogunk. Viszont mielőtt ugye elindítjuk ezt a videót, vagyis hát folytatjuk igazából ezt a sorozatot, valami ilyesmi, azelőtt szeretném megköszönni az itt a képen látható csatornatagoknak a támogatást. Nagyon szépen köszönöm srácok, lányok, közel már 60 csatornatagnál járunk, ami eszméletlen, brutálisan sok, és tényleg eszméletlen sok támogatásról beszélünk. Úgyhogy srácok, lányok, nagyon szépen köszönöm tényleg mindenkinek a támogatásokat, a csatornatagságokat, a donéteket, tényleg nagyon sokat segítetek ezzel. Úgyhogy srácok, lányok, hogyha ti is szeretnétek csatornatagságot, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, ahol tudtok akár 200 forintért is vásárolni, ilyenkor szerepeltek a videók elején, illetve exkluzív dolgokhoz, funkciókhoz fértek hozzá, illetve a Discord szerven is kaptok külön rangot. Viszont nem is húznám tovább a szót, srácok, lányok, folytassuk is a videót. Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennénk egy újabb Dead by Daylight-os videóban, ami mostanában egyébként nem nagyon volt a csatornán, hát ugye nagyon ráfeküdtem a One Simmons-es tartalmakra, de sokan kérdeztétek, hogy milyen helyzet a Dead by Daylight-tal, abba hagytam, mert már nem játszom vele, stb. És hát nem egészen erről van szó, igazából játszok, ugyanúgy Dead by Daylight-tal is szoktam is egyszerűen, de szép kis totemünk van itt. Hanem egyszerűen tényleg azt, hogy elkezdtem Dead by Daylight-ozni. Na, közben itt. Ez nekünk egy tökéletes kezdés. Ennek is neki álltak itt. Kapta halt. Bocs, hogy csembe voltam, csak nagyon koncentráltam. Ezen a pályán néha amúgy eléggé könnyű eltévedni. Tehát nem tartom kizártnak egyébként, hogy itt is ez fog történni. Kapta halt. Palettnél vagyunk, ami nem annyira jó, de... Ez nem egy rossz kezdés. Ahhoz képest, hogy mennyi időt kihajtunk a Dead by Daylight világában. Ez egyébként itt a valóságban is vihar van. Az igen, mit kapott a csávó. Milyen boostot kapott az emberünk. Megnézzük a generátort. Ugye mi a helyzet vele. Erre jött. Belerúgunk egyet. Kapjuk a pontot. Ezt szétrúgjuk. Ha!
Hellemetlen, de ügyes volt, jól csinálta, ténylegesen jól loopolt. Are you kidding me? That is insultingly low. Jó, ez szép volt. De nem engedjük el. Micsoda? Micsoda? Van itt valahol egy srác. Direkt rájátszik, hogy rám vágja a paletet, de nem jött össze neki. Nice. Felmegyünk a fentigenhez. Mi? Mi? Nem baj. Na? Hát amúgy ilyesen csinálják, nem fogok hazudni. Szerem kell izét. Baltát. Anyád, milyen gyorsan megy az emberünk. Izgi, izgi. Nem emlékeztem, hogy a Dead by Daylight ennyire izgalmas volt régebben. Na nézzük. Ott is vannak generátorok, úgyhogy igazából jó fele fut. Az... kinda interesting volt, hogy ezt miért dobta le, meg azt is. De ami még interestingebb az, hogy hogy fut ilyen gyorsan. Miért nem érlek utal? Érdekes. Ez érdekes volt, nagyon nagy távolságot hagyott közöttünk. Nézzük ezt a fenti generátort, amit itt csinálgattak. Hogy mi ezzel a szitu?
Igen, tudom, hogy ez a videóban úgy néz ki, mintha eltaláltam volna és átment volna rajta a balta, de megnyugtatok mindenkit, a balta közelébe sem ért az embernek, kiképp kockáztam, visszanéztem lassítva, visszanéztem a videót, és egy picivel pont fölé célzok, úgyhogy sunyiság nincs, vagy semmiféle csítelés, vagy ilyesmi, vagy lag, szinten mellé dobtam, ami pont akkor abban a szituációban úgy tűnt, mintha telébe dobtam volna. Haló? Kellemetlen. Hát én elszoktam ettől a karaktert, én azt vettem észre. Nagyon durán elszoktunk ettől a karaktertől. Egy halt. Szünk ki baltákat. Nem kell beleugni a generátorba. Azt hiszem, nem láttam mi. Meg is van. Eltévedtem. Hagyjam, hogy idegesítsenek, és ez nem jó. Itt szereznek sok időt. Ezt a kettő generátort kell lekempelnünk. Haló? Haló, szia, szevasz! Futunk vissza a fenti generátor. Jaj, ott... Jaj, három generátorunk van. Aha. Kapta. Ügyesen csinálják amúgy, és már csak egy baltám van. Úgyhogy nyitunk ki baltát, vagy szerzünk baltát. Megnézzük ezt az utolsó generátort itt hátul. Kit érdekel? Megyünk a következő generátorra. Ezt itt szétszedjük. És megnézzük, hogy állnak ezzel a generátorral.
sehogy nem állnak vele. Na. Nem érdekel minket, hogy lúpa. Megnézzük, hogy áll a fent, igen. Szerünk ki baltát. Nézzük. Kis chasing. Kapta halt. Na, ilyenkor már tud bólogatni, ne öljen meg. Ahhoz képest azért szivattál egész meccs alatt, ugye? Kellemetlen. Na nézzük. Akkor széttörjük itt a dolgokat. Kapunk érte pontot. Nice. Hát ez egy elég szép meccs volt. Hát srácok, lányok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el. Dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és ne felejtsétek el, hogyha szeretnétek még Dead by Daylight-os tartalmakat, mindenféleképpen iratkozzatok fel, és írjátok le a komment szekcióban. Egy kérdői, vagy nem kérdői, vagy igazából egy rejtvényt fogok leírni nektek a komment szekcióban, amely killerre utal. Ha tudjátok rá választ, írjátok le, és válaszolni fogok nektek a komment szekcióban, és be fogom szívecskézni. És a srácok, lányok, találkozunk a következő videóban, addig is sziasztok!